Lecsófőzéssel köszöntötték az október tolnán a helyi vándorló szépkorúak a hónap első szombatján. Októberfestet hirdettünk meg, és ezen belül egy lecsófesztivált. Egy közös ebéd, egy közös beszélgetés, egy kis nótázás, és erről fog szólni. Múlt hónapban volt ez a halfőző ugyanitt ezen a helyszínen, és annyira jól érezte a csoport magát, hogy azt gondolták, hogy megint jöjjünk össze, és most kitaláltuk ezt a lecsófesztivált. Ne legyen halászlé, ne legyen babgulyás, legyen egy őszi étel, egy nyárvégi étel, ilyenkor beértek a paprikák, nagyon finom az ízük neki, és egy lecsófesztivált csinálunk. A színes programjaikról ismert tolnai közösség tagjai most is kitettek magukért. Különlegesebbnél különlegesebb paprika és hagyma alapú finomságok készültek ugyanis. Hát ezt most ilyen svábos féle. Először is a szalonnát kis érett csonkát szeletekre vágva meg lesz pirítva, annyira, hogy a zsírja már megbarnult, még kezd barnulni, akkor lesz betéve a hagyma. És a hagymának meg kell puhulni, és amikor puha lesz, akkor kerül be a paprika. És akkor a paprikának a fele egyszer be lesz téve, és amikor az vizet engedett, még leülem, akkor lesz a többi. És akkor ezt a keverni, még kavarni, nehogy odaégjen a lábos alá. Tolnán nem csak kolbászt tettek a lecsóba, volt olyan szakács, aki ennél sokkal merészebb volt és csülkös lecsót készített. Kevéske kis kolbásszal is meg lesz bolondítva, utána megkapja a paprikát, tévé paprikát, paradicsomot, de még teszünk rá egy kis fűszereket a csülök mellé kell, egy kis pár iriszt fokhagymát is tennem, őrölt borsot. Hát egy picit eltér a hagyományos lecsótól, mert itt egy kis több a fűszerezése. Összesen 6 különböző féle lecsó készült a tolnai Festetics utcában. A tolnai szépkorúak pedig arra is adtak, hogy a jó ételek mellé finom ital is jusson. Ó, te nedvek, nedve! Melyet így egyszerű szóval illetünk, te italok itala, emberke kenyere, mennyi jót és szépet adtál nekünk? Mikor learatnak és kifőznek, nem is sejtette se, melyik májad boldogít, ó, te embereke! A vándorló szépkorúak a város egyik legaktívabb közössége. Az év szinte minden hónapjában tartanak jó hangulatú összejöveteleket.